A Szimavoda idén is megrendez a kunaprúságok néphagyományőrző tábor. Szabóné Szentesi Mária intézményvezetővel arról beszélgetünk, hogy miért is vagyunk a Szent Annaiban. Én is szeretettel köszöntök mindenkit. Minden évben megrendezzük, így igaz, és nagy szerencsére mindig is vannak érdeklődő gyermekeink. Ebben az évben sokkal több a fiú érdeklődő, így aztán ki nem hagyhatjuk a Szent Annaiba a traktorok megnézését, az aratásba is belenézhetünk, és a végén mindig megnézhetjük a száraz tészta készítést, a lekvárfőzést, és meg is ízlelhetjük. Akkor gondolom, hogy ezt a gyerekek közben mi itt kint beszélgettünk, már kóstolgatják is, de úgy tudom, hogy sok-sok olyan program van, ami a városon kívül, tehát nem a belvárosban, meg nem az óviban, hanem sok-sok olyan helyszíre mennek, amit nem biztos, hogy gyerekek eljutnak másként. Így igaz, ezen az egy héten próbálunk, ahogy a tábor elnevezése is mutatja, kun apróságokat bemutatni a gyerekeknek, így aztán olyan helyszíneket választunk, olyan élményeket próbálunk biztosítani a gyerekeknek, ami alapján egy kicsit tapasztalatot szerezhetnek elődeink hagyományaiból, életviteléből, értékeiből. Tegnap egy nagyon szép kirándulásunk volt a Benetanyán, Bene Sándor kunkapitány fogadott minket, és a Pusztai Rókák Nomád Néphagyományőrző Egyesület fiatal tagjaival egy csodálatos bemutatót tartott a gyerekeknek. Citeraszó, karcagi énekek, a honos állatok, és hát a lovasíjász bemutató, ami mindig nagyon nagy sikert arat. Akkor ma itt vagyunk a Szent Annaiban, és mi lesz még a héten? A héten még megyünk a múzeumban, mert az sem maradhat ki, mivel az intézményben több tábor is van, így aztán egymás között beosztottuk, hogy ki melyik napon látogathat el a múzeumba. Ott is mindenféle hagyományőrző játékokat fogunk játszani a gyerekekkel, de voltunk hétfőn Tóth János fazekas mester műhelyébe, ami szintén nagy élményt jelent a gyerekeknek. Délután ezeket az élményeket feldolgozzuk a táborba, hiszen agyagoztunk, és népi kismesterségeket be is beketek, hiszen tegnap két vendégünk is volt délután, Pincés és Sós Gyöngyi pedig a kunhímzést mutatta meg a gyerekeknek, és Andrásiné Peszeki Ági vezetésével mézes kalácsot készítettünk, díszítettünk. Akkor sok-sok kis aprósággal is gyarapodnak a gyerekek, hiszen gondolom, hogy ezeket utána haza is vihetik. Természetesen, hát nem csak a vendégeink készítenek a gyerekekkel alkotásokat, hanem mi magunk óvónők is, hiszen tarisznyát készítünk. Holnap a csigatészta készítés sodrásával ismerkedünk meg, hiszen annak idején egy-egy nagy családi ünnepség el nem maradhatott a húsleves betétjeként a csigatészta, és ma már, hogy is kell ezt sodorni, hogy készült, ezt is próbáljuk megmutatni a gyermekeknek. Akkor tényleg érdemes itt a kunaprúságok táborában részt venni. Az időjárás az nagyon kellemes. Azt gondolom, hogy minden adott ahhoz, hogy sikeres táborzárásról számolhassunk majd be, és a gyerekek pedig gondolom, hogy otthon sok-sok mindent mesélnek a szülőknek. Pontosan így van, hiszen nagyon nagy öröm és nagyon pozitív visszajelzést kapunk a szülőktől, ami számunkra nagy öröm, hiszen a gyerekek annyi élménnyel térnek haza egy-egy nap után, hogy a szülők azt mesélik, hogy egész este csak mondta. És hát ugye a szülők is egy kicsit betekintést kapjanak ebbe a hétbe, egy zárt Facebook csoporton a fényképeket, amik a nap folyamán készülnek, föltesszük számukra, illetve péntek délután minden kedves szülőt várunk a táborzáróra, ahol a héten készült alkotásokból kiállítást készítünk, elénekeljük közösen citeraszó mellett a megtanult dalokat, és egy táncházzal zárjuk ezt a hetet.